Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Gyarmati István, nagykövet, biztonságpolitikai szakértő, televíziónk egyik állandó műsorvezetője, és ma akár hiszik, akár nem, mint minden hétfőn részt vesz a Világ zsidó szeme című műsorunkban is. Mennyire komoly az amerikai-brit válaszlépés a Vörös-tengeren? Komoly, nagyon komoly. Nem fog nagyon szokott előfordulni, hanem Vietnam óta igazán, hogy az amerikaiak, és hát velük 11 szövetséges állam közvetlenül katonailag beavatkozzon egy ilyen helyi konfliktusba, de hát ez a gázai konfliktus kiterjedésének a veszélye és a Vörös-tenger veszélyessé válása miatt a lezárásának a veszélye a világkereskedelemre hát olyan méretű, hogy úgy gondolták. Én azt gondoltam, hogy helyesen, hogy be kell avatkozni. Szerinted elképzelhető, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság következő vádlója az Izrael lenne, és a vádlottak padján meg Irán lenne, a Hizballah, a Hamas és a Tuszik miatt? Hát ez elképzelhető, tehát egyáltalán nem a lehetetlenségek közé tartozik. Kérdés, hogy Izrael ezt értelmes dolognak tartaná-e? Egyáltalán nem biztos, mert ugye a kimenetele bizonytalan. Hogy mi lesz a... Már csak azért is, mert a bírák többsége anti-izraeli. Azt nem tudom, mert nem beszéltem a bírákkal, nem tudom, hogy anti-izraeli vagy nem. Majd meglátjuk most a dél-afrikai panasz kapcsán, hogy hogyan ítélnek. Én azt gondolom, hogy ezek független bírók, akik nem anti semmi, se ide, se oda. De hát a nemzetközi jog ebben a kérdésben nem 100%-ig egyértelmű. Itt van egy bíróság, amit az Egyesült Nemzetek hozott létre, és ennek a bíróságnak több bírója az Egyesült Nemzeteknek, az ENSZ-nek a döntését Izrael létrehozásáról is megkérdőjelezi. Akkor mik ezek, hogyha nem független bírók? Ezek független bírók, független bírónak is lehet az a véleménye, hogy ezt megkérdőjelezi. Nem kell mindenkit azonnal vádolni, hogyha nem ért egyet pontosan. Csak néztem az izraeli védelmi vonalat. Igen, én megvan nekik mondom, hogy nem kell feltétlenül csapkodni állandóan. Jó, akkor nézzük, hogy tulajdonképpen mi történik a NATO-val, mert kérdéses, hogy ez a háború azért folytatódik ilyen hosszan, mert egyre kevesebb az eszköz, itt az eszközök fognak győzni, vagy mi fog győzni? Egyrészt nem igaz, hogy egyre kevesebb az eszköz, nem csökkenek azok. Most, ha te arra gondolsz, amit a nyugat az ukránoknak szállít, az nem egyre kevesebb, gyakorlatilag szinten tartják. Az a baj, hogy ez a szint, ez pont ehhez elég, hogy ezen a szinten folytatódjék a háború, ahhoz, hogy az ukránok a hadszintéren győzelmet arassanak, ahhoz nem elég. És azt gondolom, hogy az nagyon nehéz lenne, nagyon sok olyan, sok fegyvert kellene szállítani, és nagyon gyorsan egyszerre, ahhoz, hogy ez döntő mértékben befolyásolhassa az ukránok javára a háborút. Ez meg nagyon valószínűtlennek tűnik. A nemzetközi média valami orosz bombáról, orosz fegyverről szól, amit Isten tudja, hogy mi az. Talán te neked több információd van erről, vagy ez egyszerűen egy fake news? Ez a szokásos, ugye minden három hónapban megjelenik valami orosz csodafegyver, amiről aztán kiderül, hogy vagy nincs, vagy nem csoda. Nyilván folytatódik a technológiai fejlesztés Oroszországban is. Nehéz körülmények között, ugye, mert a high-tech alkatrészekhez nem nagyon jutnak hozzá, nincsen nekik igazából piacuk. Kerülő utakon, fekete piacon tudnak néha beszerezni ilyet, de nem eleget, szerencsére. De hát ezen nem kell csodálkozni, hát az lenne a furcsa, ha nem folytatódna a fejlesztés, különösen egy háború a közepén. Mégis Putyin elnök egy nemzetközi konferencián, amit a minap tartott, azt mondta, hogy itt a térségben Oroszország, akinek a gazdasága az elmúlt évben a legtöbbet nőtt, azt mondta, hogy igen, a belső turizmust még fejleszteni kell, aztán van egy olyan sziget, amit
kétséges, hogy az övéké vagy a japánoké, ott is nagy üdülőhálózatot és kaszinókat és amit akarunk mindent építeni. Tehát nem úgy beszélt, mint egy kétségbe esett államférfi. Hát az, hogy de így beszél, pontosan így beszél, össze-vissza hazudozik, megígér mindenfélét, amit biztosan nem fog teljesíteni. Az, hogy nő az orosz gazdaság, az nem csoda, hiszen a hadigazdaság fölfut, és ugye a GDP-nek a termelésében a hadigazdaság is számít, ettől nő az orosz gazdaság, nem kell ezen csodálkozni. Mi a biztosíték arra, hogy végső elkeseredésében Oroszország nem nyúl a nukleáris fegyverekhez? Semmi biztosíték nincsen. A ráció az, hogy teljesen értelmetlen lenne orosz szempontból is, öngyilkos. Túl közel vannak a határokhoz. Mik? Tehát, hogyha használnák, az a szél elvinné nekik is ezt? Nem, egyáltalán semmi haszna nem lenne. Katonailag nulla haszna lenne, politikailag pedig nagyon sokat ártana Oroszországnak, úgyhogy én nem gondolom, hogy ez egy reális veszély. Persze mindig vannak őrültek a Kremlben, szoktak lenni, nem kettőt láttunk már, de nem gondolom. És egyébként is az orosz katonaság egyáltalán nem biztos, hogy végrehajtana egy ilyen parancsot, ha kiadnánk is. Értem. Akkor ússzunk tovább, Tajvanban választások voltak. Nem teljesen világos, mert ugye megjelentek a kínai hajók is a térségben, tehát Big Brother is watching, abszolút figyeltek. Milyen lehet Tajvan jövője az Amerikai Egyesült Államok szempontjából? Nem gondolom, hogy az a választás ez nagy változásokat hozna. Ugye két cikluson keresztül 10 éve van hatalmon ez a párt. Ugye azt mondják, hogy a két párt közül a másik a Kuomintang, hogy a régi Chiang Kai-shekista párt, hogy ez kevésbé Kína barát, már hogy mainland Kína barát, mint a másik. De hát ezek sem őrültek, ugyanazt a politikát fogják folytatni, mint eddig. A kínaiak húzni fogják az orrukat. Nem gondolom, hogy túlságosan nagy a veszélye annak, hogy a közeljövőben Kína megtámadná Tajvan, katonailag se képes rá egyelőre, mégis politikailag is azt gondolom, hogy ez a helyzet Kína számára a lehető legjobb, hogy így ilyen kétségek között vergődik az egész világ, és állandóan azzal foglalkozik, hogy a kínaiak mit csinálnak. De ha jól értem, az Amerikai Egyesült Államoknak nincs követsége Tajvánban, nincsenek diplomáciai kapcsolatok, inkább Kínával van. Hát senkivel nincsen Tajvannak, vagy pontosabban néhány diplomáciai kapcsolata, azért egy Izraellel sincsen szerződés és szövetséges kapcsolata az Egyesült Államoknak, Tajvannal sincsen. Azért ezek a legerősebb kapcsolatok szerintem erősebbek szinte, mint hogyha sőt biztos erősebbek, mint néhány szerződéses kapcsolat lenne. Németországban egyes szakértők szerint gazdasági lelassulás következik be. Következett be. Milyen hatással lehet ez a magyar gazdaságra? Ugye nem kell csodálkozni, általában a gazdaság fejlődése ciklikus, és most a ciklus éppen erre felé mutat, amit persze még problémásabbá tesz, mélyít a háború, ami zajlik, meg valószínűleg, ezt nem tudom megítélni, nem vagyok szakember, valószínűleg a német kormánynak a gazdaságpolitikájában is lehet kivetni valót találni. Ez a magyar gazdaságnak nem jó. Ez a koalíció következménye, a zöldek előre nyomulása, vagy minek? Nem tudom, nem hiszem, hogy az, nem tudom. Lehet, hogy az is. Azt gondolom, hogy hát ez ugye nem most történt, hogy az atomerőművek bezárása az egy nagy hiba volt egyébként, az egy nagy politikai hiba. Még mindig nem látták be. Tessék? Még nem látták be. Még nem látták be, pontosabban sokan nem látták még be. Ez akkor nem is lesz könnyű ezt belátni. Tehát vannak ilyenek. Én azt gondolom, hogy ez egy ciklikus lassulás, amit erősít a háború, meg egy-két hiba, túl lesznek rajta a németek, nem gondolom, hogy temetni kell őket, Németország van, volt, lesz. Ez nagyon lenini mondat. És mindig ami legfontosabb gazdasági partnerünk volt, van és lesz. Oké. Amerikában full gázzal elindultak az elnökválasztások, az elnökválasztási ceremónia, és úgy mondtam, tűnik... Majdnem cirkuszt mondtál. Igen, ez egy freudi dolog lett volna. Igen, de igaz.
tulajdonképpen mennyire fogja az amerikai választással való elfoglaltság nehezíteni az ukránok, illetve Izrael helyzetét? Ja, az amerikai választások mindkét pártot megint sajátos módon nem a közép felé tolják, hanem elfelé tolják a középtől, és ez a konszenzusnak a lehetőségét, valószínűségét vagy lehetőségét csökkenti. Márpedig ugye Ukrajna segítségéhez és még sok minden máshoz is, Izrael megsegítéséhez is szükség lenne arra, hogy a két párt alapkérdésekben egyetértsen és megszavazza azokat az eszközöket, anyagi és más eszközöket, amire szükség van mind Izraelnek, mind Ukrajnának ahhoz, hogy sikeresen túlélje ezeket a nagyon-nagyon nehéz napokat. Az amerikai külügyminiszter a háború kitörése előtt a 5. alkalommal járt Izraelben, és érdekes módon, amikor hazaérkezett Amerikába, akkor a szóvivők és közelálló megszólalók, minthogyha a nem egyetértés szelét lebegtetnék meg az izraeli, illetve az amerikai vezetés között. Milyen konkrétummal járhat ez? Az amerikai külügyminiszter jobban tette volna, hogyha a ciklus elején többet látogat el a térségbe, különösen Szaúd-Arábiába, és nem azzal foglalkoznak, hogy összevesznek a szaudiakkal, aminek a következményeit most valamennyien nyögjük, Izrael leginkább, de hát jobb későn, mint soha. Ugye Amerika és Izrael között egy dologban van nézeteltérés, az, hogy ennek a háborúnak a propagandája, a PR kihatását hogyan lehet kezelni, és hogy Izraelnek szabad-e tovább folytatni ezt a háborút úgy, hogy sok civil áldozata van. Az amerikaiak bár a háborúval teljes mértékben egyetértenek, nagyon helyesen, hogy azt gondolják, hogy lehetne mérsékelni a civil áldozatokat. Izrael meg azt gondolja, hogy gyorsan be kéne inkább fejezni, amennyire lehet ezt a fázisát a háborúnak, és majd aztán foglalkozunk az image problémákkal. Meg tudom érteni az izraeli álláspontot, az amerikait is, de hát az izraeli álláspont mégiscsak arról szól, hogy sikerül-e, ne adj Isten, esetleg lezárni egy ciklust, egy olyan szakaszt, amikor Izraelt állandóan támadások érték, október 7-én pedig egy drámai támadás érte a Hamas részéről, iráni segédlettel. Ezt a szakaszt le kellene zárni Izraelnek, és ennek de van egy másik nyitott szakasz fönt északon, a Hizballa, ami természetesen Iránból táplálkozik. A Hamas is. A Hamas is, és a Tuszik is, tehát Tuszik hívjuk, ahogy éppen melyik tájszólásra esik jobban, és ezzel kezdtük. De úgy tűnik, hogy azért ott van mellettük Oroszország, ott van mellettük Kína, és ott van Észak-Korea is. Igen, Kína nincsen ott mellettük, Kína megpróbál semleges maradni politikailag, propaganda szempontból persze kihasználja, de nem igazán tesz semmit, ami ártana ott a térségben a biztonságnak, Izraelnek. Oroszország igen, Észak-Korea meg hát természetesen ne is csodálkozunk rajta, az lenne furcsa, ha nem lenne azon az oldalon. Én az északi veszélyt nagyon komolynak tartom, de nem tartom azt reális veszélynek, hogy ott is egy olyan háború törjön ki, mint ami most a Gázában zajlott, meg zajlik. Iránnak ez a lehető legjobb állapot, nem akar északon háborúzni. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Gyarmat István nagykövet volt a vendégünk. Most következik a híradó, és a híradó után van egy pirkadat extránk, Lendvai Ildikóval, a Szocialista Párt volt elnökével. Érdemes ezt a beszélgetést is végighallgatni, és holnap reggel újra találkozunk, illetve ma a kora délután a Kipa sorozatunk lesz, és a kora esti órákban viszont jelentkezik a Világ zsidó szemmel, melynek vendégei lesznek Seres Attila, Gyarmat István, M. Kende Péter, Kovács András és a műsorvezető én Szerénységem. Köszönöm, hogy minket választottak, további jó tévézést, és várom Önöket vissza.